köszöntök mindenkit! A mai videóban Erzsébet és Ferenc József első gyermekéről, Zsófiáról lesz szó. Erzsébet és Ferenc József 1854. április 24-én házasodott össze. Ezután nem sokkal, két hónapon belül Erzsébet áldott állapotba került. Sziszi a házassága elejétől fogva, hát megkapta az anyósát, Zsófia főhercegnét ezzel a Friggyel együtt. Anyósa folyamatosan kontroll alatt tartotta a fiatal Erzsébetet, és ugyanúgy Ferenc Józsefet is. Nem lehettek igazán kettesben, még az étkezések is közösen történtek, annak ellenére, hogy történtek próbálkozások Ferenc József és Sziszi részéről azért, hogy ne kelljen minden étkezést közösen elfogyasztani a családdal. Ferenc József pedig állandóan dolgozott, így Erzsébettel igazán keveset lehettek együtt, és amint mondtam, kettesben meg pláne keveset. Sziszinek a szórakozása, illetve amiben kielhette a szabadság vágyát, az a lovaglás volt. Ferenc József és Sziszi között egy közös szenvedély volt a lovaglás és a természet szeretete. És nagyon örült Erzsébet, amikor Ferenc Józseffel együtt lovagolhatott kettesben. Amikor áldott állapotba került Erzsébet, Zsófia még szigorúbban fogta őt. Sziszi nagyon nehezen viselte a terhességet, és Ferenc József volt, hogy fel is jegyezte, hogy már félt attól, hogy esetlegesen valami történik a babával. Ez volt a tartalma annak, amit írt Ferenc József. És ráadásul ehhez még társult az, hogy az anyós milyen intézkedéseket vezetett be. Erzsébetnek társasága volt a madarai, ugyanis nem tudott igazán senkihez, nem kerülhetett közel Zsófia főhercegné miatt. És a madarai, a papagájai volt a társasága. Ferenc Józseftől házassága előtt kapott ajándékba papagájt, és tudjuk, hogy ennek sokkal jobban örült, mint az ékszereknek, amelyeket kapott tőle. Ide Bécsbe is érkezett vele a madár, illetve több madara Possenhofenből. És Erzsébetnek Zsófia főhercegné megtiltotta, illetve nem úgy közvetve, hanem Ferenc József által, hogy Sziszi a madaraival legyen. Azt mondta Ferenc Józsefnek, hogy ha túl sok időt tölt Erzsébet a papagájokkal, akkor félő, hogy a gyermek is úgy fog majd kinézni, mint egy papagáj. Úgyhogy ezt Ferenc József Sziszinek a tudomására hozta tapintatosan, és ez az egyetlen kellemes dolog is be lett szüntetve, hiszen lovagolni nem lovagolhatott már ekkor Erzsébet. A Ludovika, az édesanya, nem merte Sziszit meglátogatni, félt attól, hogy még jobban elfogja őt a honvágy. Azonban nyáron, hát úgyhogy amikor már Erzsébet áldott állapotban volt azon a nyáron, Isülben, júliusban meglátogatta. Ez egy érdekes volt ez a látogatás, mert Ludovika előzetesen küldött egy üzenetet, egy táviratot, amelyben az volt, hogy verébbel és lúddal érkezem, Mimi. Azt hitték, hogy tudták, hogy Erzsébet édesanyja fog érkezni, csak azt gondolták, hogy a kíséret egyik tagja írt, és hogy hát Erzsébet szereti a madarakat, biztosan hoznak neki madarat. Megjelent egy szolga a vasútállomáson két kalitkával a veréb és a lúd számára. És hát akkor derült ki, hogy a Mimi, az Ludovika veréb, az pedig Matild, Erzsébetnek a húga, az egyik húga, és Lúd pedig Károly Tivadar, Erzsébetnek a kedvenc fivére. A Lúd, a magyar fordításban Lúd, mert igazából németül Gekl, ami inkább ilyen gágogást jelent, és hát ilyen Lúd gágogása, és valószínűleg ezért fordították magyarul Lúdra. Ez alatt, az idő alatt Erzsébet nagyon jól érezte magát édesanyjával és a testvéreivel is Isülben, pláne amikor Zsófia főhercegné elutazott Bécsbe. Azonban vissza kellett térnie néhány hét múlva Erzsébetnek is Bécsbe. Itt kezdődött számára megint, hogy hát folytatódott az a pokol, amiben ő benne érezte magát. Ugyanis Zsófia főhercegné azt akarta, hogy Erzsébet mutogassa az állapotát, ekkor már kezdett látszani, és egy rövid idézetet is olvasok Erzsébettől, amelyet sokkal később mondott, és amelyből látszik az, hogy Erzsébet tehát mennyire érzékenyen érintette azt, hogy neki mutogatnia kellett magát. Alig, hogy megjött, már is levonszolt a kertbe, és azt magyarázta, hogy kötelességem mutogatni a hasamat. Hadd lássa a nép, hogy valóban állapotos vagyok. Szörnyű.
Ehhez képest valóságos jó tétemény volt számomra, mondta Erzsébet, hogy kisírhatom magamat, amikor egyedül maradtam. Zsófia főhercegné már jóval a szülés előtt eldöntötte, hogy a gyermeket majd az ő lakosztályában helyezteti el, az ő lakosztályához kapcsolódó szobában alakítják ki a gyermekszobát. Úgy gondolta, hogy a 16 és fél éves, illetve a szülés időpontjában alig múlt 17 éves Sziszi nem megfelelő nevetetéséből és korából kifolyólag sem, de természetesen hát ki lenne legmegfelelőbb erre a pozícióra, mint Zsófia főhercegné, aki mindent eldönt a gyermekkel kapcsolatban. Március 5-én reggel 7 órakor kezdődtek a fájások Erzsébetnél. Ekkor Ferenc József felkeltette az édesanyját, és Zsófia főhercegné megérkezett a császári pár hálószobája elé. Hozta a kézimunkáját, és szépen leült a kézimunkájával a szoba ajtaja elé. Ferenc József aggódott nagyon Sziszijért, aki, és így a kettőjük között rohangált oda-vissza, megkérdezte mindig az édesanyját, hogy rendben vannak-e a dolgok itt ezzel az egész dologgal, és ő megnyugtatta. Zsófia főhercegné le is jegyezte a naplójában, hogy mennyire intim volt a házastársak viszonya, és hogy Ferenc József csókolgatta Sziszit. Sziszi megcsókolta Ferenc József kezét. Végül a gyermek délután 3 óra után született meg. Kislány volt, egy erős és egészséges kislány született. A gyermek nevéről, hogy mi legyen a neve, nem kérdezték meg a szülőket, természetesen ezt is Zsófia főhercegné döntötte el. És most mint egy gyerek sír, nem? Ez a macska, de most így pont jól jön ide. Zsófia főhercegné a saját magáról nevezte. Zsófia Friderika Dorottya lett a gyermek neve, ez az első három keresztneve, mert volt több is. Zsófiának is ez az első, ez a három keresztneve. Úgyhogy róla nevezte el. Teljesen kitört rajta a birtoklási vágy, és Erzsébet és Ferenc József csak akkor láthatta a gyermeket, amikor jóvá hagyta Zsófia. Amikor messze volt egymástól Zsófia főhercegné lakosztálya és a császári páré, Ferenc József is sérelmezte azt, hogy csak akkor láthatják a gyermekeket, amikor a Dada, illetve Zsófia jóvá hagyja. Volt, hogy oda mentek, és nem mehettek be, mert hogy azt mondták, hogy alszanak a gyermekek. Sziszi folyamatosan szenvedett, és próbálta Ferenc Józsefnek mondani, hogy ez neki így nem jó. Azt tudjuk, hogy nagyon örült, nagyon boldog volt, hogy a gyermeke, amikor megszületett a gyermeke, azt mondta, hogy most már nem számít, hogy mennyit szenvedett a terhesség alatt. Azt gondolta, hogy most már jó lesz, hogy van, úgy értve, hogy érezte is, hogy van társasága. Ferenc Józsefet nagyon szerette, ekkoriban Erzsébet, és Erzsébet is szerette Ferenc Józsefet nagyon. A szülés után még néhány hétig, mielőtt még bevitték ide a hálószobára, amiről beszéltem, a gyerekszobába, néhány hétig még Erzsébet mellett lehetett a gyermek, és ezt írja az egyik rokonának Erzsébet. Az én kisbabám valóban nagyon aranyos, és mind a császárnak, mind jó magamnak sok örömet okoz. Eleinte olyan furcsa volt, hogy van egy saját gyermekem. Egészen ismeretlen boldogság. A kicsi egész nap velem van, csak akkor nem, ha sétálni viszik, és ez jó időben gyakran megesik. Ezen is látszik, hogy Erzsébet tényleg nagyon boldog volt. Úgyhogy törésként érte az, hogy nem láthatja akármikor a gyermekeit, nem csak az, hogy gyermekét, nem csak az, hogy nem lehet vele. Miután alig több mint egy évvel később, a következő év júliusában megszületett a második gyermek, aki lány lett, Gizella, akkor Erzsébettől ugyanúgy elszakították Gizellát, mint Zsófiát. Itt mutatnék egy képet Erzsébetről és Ferenc Józsefről, az előbb akartam mutatni, kicsit korábbi a kép, 55-ös. Most meg már 56-ban vagyunk. Hát. Itt látható Erzsébet és Ferenc József az első gyermekkel, Zsófia főhercegnővel. A gyermeknek a neme, hogy kislány lesz, egy kisebb csalódás volt, de pont emiatt ide rakták Mária Terézia képét is. Úgyhogy ezzel azt akarták kifejezni, hogy igaz, hogy kislány lett, azonban akár még lehet olyan, úgy elvezethet egy birodalmat, mint Mária Terézia.
1856. július 12-én megszületett a második gyermek, Gizella főhercegnő. Ludovika nem volt itt a szülésnél. Azt meg kell jegyezzük, hogy az első szülésnél sem volt ott, annak ellenére, hogy ez szokásban volt, hogy a menyasszonynak, illetve az ifjú anyának az édesanyja legalább az első szülésnél ott van. A pletykás bécsi udvarban találgatások születtek erre vonatkozóan, hiszen tudták nagyon jól Zsófia főhercegné és Erzsébet ellentétét. Ezt írja az egyik arisztokrata hölgy. A császárné anyja vidéki birtokán időzik, ami szerfelett furcsa. Állítólag nem kapott meghívást Bécsbe. Biztosan megvan az oka, hogy miért nem, és ez nem ránk tartozik. Ezt még Zsófia születésénél írták, de el lehet képzelni, hogy mennyire felháborodás, és mennyire meglepő dolog volt az, hogy mostán volt ott Ludovika, annak ellenére, hogy a kislánynak ő lett hivatalosan a keresztanyja. Ez nem meglepő, hogy az anyát jelölik ki keresztanyaként abban az időben. Mivel nem volt ott, a jelenléte hiányában Zsófia tartotta a keresztelőn. A kislány nevéről, illetve előzetesen még közben meg is mutatnám ezt a képet. A kislány nevét Erzsébet választotta ki, és Gizellának nevezte el. Ezáltal mind a bajorok felé, a bajor családja felé tett egy gesztust, és mind a magyarok felé. Sziszi már ekkoriban is szerette a magyarokat, kedvelte őket, házassága megkötése előtt még jegyessége alatt ismerkedett meg a történelmükkel, illetve kezdte megismerni. És itt láthatjuk Gizellát, Zsófia főhercegné kezében, és itt pedig a kis Zsófiát. Úgyhogy a magyarok fele meg a gesztus második része az az, hogy István királynak a feleségét, első királyunk feleségét is Gizellának hívták. Így ezáltal a bajorok és a magyarok felé volt ez egy gesztus. Meg lehet figyelni a képen, hogy Erzsébet van középen, azonban a gyermekek nincsenek az ő kezében, hanem Zsófia és Ferenc József. Ferenc József előtt van a kislány, Zsófia főhercegné pedig karjaiban tartja az új szülött gyermeket. Erzsébet helyzete továbbra is változatlan maradt az udvarban. Ugyanúgy Zsófia főhercegné lakosztályában volt elhelyezve a kis Gizella is, ahogyan Zsófia. Folyamatosan küzdött, és most már jobban kinyitotta a száját Ferenc Józsefnél, hogy intézkedjen az ügyben, hogy velük lehessenek a gyermekek. Ez azonban sikertelenségekbe ütközött, ugyanis a császár nem akart anyjával szembeszállni. Azonban Sziszi győzedelmeskedett egy bizonyos ponton. Ugyanis Stájerországba és Karintiába utazott a császári pár egy politikai utazásra. És Ferenc József Sziszi utazott, a gyermekek azok Bécsben maradtak. Ferenc József és Erzsébet szeptemberben Karintiába és Stájerországba utazott. Ferenc József az elutazás előtt írt egy igen kemény levelet édesanyjának arra vonatkozóan, hogy azt kéri, hogy a gyermekek lakosztályát helyezzék át, illetve szobáját a saját lakosztályukba, mármint Ferenc Józsefhez és Erzsébethez. Zsófia főhercegné csak azután kapta kézbe a levelet, hát így volt ez intézve, hogy a császári pár elutazott. Tajtékzott, el sem lehet mondani, és azzal fenyegetőzött, hogy kiköltözik a Hofburgból. Azonban ez nem történt meg, sajnálatos módon maradt ugyanúgy, és a problémák is, és a vitatkozás is közöttük. Azonban ez az utazás nagyon jól sikerült. Erzsébet és Ferenc József tudtak együtt túrázni, kettesben lehettek, jól érezték magukat. Erzsébet szerelmes volt ekkoriban a férjébe, igazán igaz szerelemmel szerette, és nem csak szeretettel, és Ferenc József is nagyon szerette őt. Úgyhogy meghitt együttlétet tudtak élvezni ez idő alatt. Erzsébet olyan jól érezte magát, hogy a következő utazásra úgy gondolta, hogy most már magukkal viszik a kisgyermeket is, az egyiket legalább, Zsófiát. Feszült volt még mindig a helyzet, a gyermekszobákat már ekkor átköltöztették, ahogy hazaértek az utazástól, és még mindig feszült volt. A Zsófia főhercegné nem akarta engedni, hogy a kis Zsófiát magukkal vigyék erre a 4 hónapos körútra, amely Felső Itáliában történt. Itt Milánóban és Velencében tartózkodtak. Azonban Sziszi győzedelmeskedett, és el tudták vinni a gyermeket.
nem volt egy kellemes ez az út, mert ami szintén egy következő videónak lesz a témája, politikailag nagyon problémás volt a kapcsolata a császárnak az olaszokkal. És amikor meglátták a gyermeket, akkor is azt pusmogták, hogy a gyermeket csak azért hozták magukkal, hogy elkerüljék a merényleteket. Azt senki nem feltételezte, hogy ez mindössze azért történt, mert Erzsébet szeretett volna a gyermekével együtt lenni. Amikor hazaértek erről az utazásról, nem sokra rá, egy pár hónap múlva egy újabb utazás kezdődött, ez pedig Magyarország felé. Erzsébet már nagyon vágyott arra, hogy magyar földön legyen, ahogy mondtam, hogy szimpatizálta a kezdetektől a magyarokkal. És most kiharcolta, hogy ő magával akarja hozni a kis Zsófiát és Gizellát is. Zsófia főhercegné hevesen tiltakozott, azonban Erzsébet annyira jól érezte magát a helyzet ellenére is férjével és gyermekével Itáliában, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy a következő körútra, amely Magyarországra szólt, magával vihesse mind a két gyermeket. A két gyermek már Bécsben is gyengélkedett, azonban a gyermekorvos azt mondta, hogy semmi különösebb probléma nincsen, nő a foguk, és viheti őket a körútra. Május 4-én hajóval érkezett a császári pár Magyarországra. A gyermekek pedig a rákövetkező napon érkeztek meg. Mondani se kell, hogy Zsófia főhercegné tajtékzott, ő nem akarta, szigorúan ellenezte azt, hogy a gyermekeket elvigyék erre a körutazásra. Az utazás, illetve a körút, az egy egész Magyarországon tartózkodás, amellett, hogy Erzsébet nagyon vágyott erre, és várta ezt, nagyon fárasztó is volt. Sziszi a díszmagyarjában jelent meg sok eseményen. Ezt a ruhát még Zsófia főhercegné csináltatta neki az esküvőjére, illetve az esküvőjekor kapta meg. És ennek az volt az oka nem azért, mert szerette a magyarokat, hanem azért, mert a császárnének rendelkezni kellett a birodalom minden országához kapcsolódóan díszruhával. Erzsébet különösen ezt a magyar díszruhát szerette, és Bécsben is sokat hordta, nem kis felháborodást keltve hivatalos eseményeken, például színházi előadáson. A látogatásnak a részleteit, hogy mennyi minden volt, részletesen ismerjük a korabeli magyar újságokból. Például részt vettek, audenciákat tartottak, színházba mentek, bálokat, ünnepségeket rendeztek, látogatások, díszelőadások, rengeteg, nagyon zsúfolt volt a program. Erzsébet alig tudott a gyermekekkel lenni. Az egyik program az az volt, hogy az óbudai hajógyárat meglátogassák. Itt, amikor megérkezett ide Erzsébet és Ferenc József, hatalmas diadalívvel fogadták, máshol is, elég sok helyen, és 2600 munkás állt sorfalat. Két hajót bocsátottak vízre, új hajót, az egyiknek Zsófia Friderika nevet adták, a másiknak pedig Gizellát, így a gyermekekről elnevezve. A császári pár nem ők adták ezt, hanem őket felkérték, hogy hagy legyen ez a hajóknak a neve itt tiszteletből, úgymond. És hatalmas udvari bálokat is rendeztek, 600 fő volt, egy nem kevés ember jelenik meg egy udvari bálon, 600 fő. Erzsébetnek különösen tetszett a csárdás, amit fel is jegyeztek, hogy Erzsébetnek tetszik ez a csárdás. Az udvari bál alkalmából tűzjátékot is tartottak, amely egy a dunai hajón, Dunán volt egy hajó, és akkor innen lövelték fel. Hatalmas tömeg gyűlt össze akkor este, mert látni akarták. Ez nem egy olyan szokványos alkalom volt, hogy tűzjátékot láthatnak. A császári pár pedig az erkélyről figyelte. A másnap is volt egy ilyen tűzi játék, az pedig a Lánchídnak a közepéről lövelt föl, és még nagyobb tömeg volt. Egy bécsi tűzművész rendezte ezt a tűzi játékot. Azért, hogy érzékeltessük, hogy mekkora tömeg gyűlt össze, mennyire nehéz volt Erzsébetnek az, és ugyanígy Bécsben is, nem csak Magyarországon, hogy ő félt a reprezentációtól, és rengeteg ember vett részt egy-egy eseményen. Például itt ezt a Lánchídról való tűzijátékot 4000 ember nézte, azt jegyezték fel a
az újságok. Még nagyobb látványosság volt, amikor a pesti városerdőben, ez valószínűleg a Városliget teszik ki most, úgy gondolom, 30 ezer ember jött el, hogy láthassa a császárnét és részt vegyen az ottani ünnepségen. 30 ezer ember 500 kocsival, nem mindenki kocsival, sokan gyalog jöttek azért, ez nem, meg ezek lovas kocsik voltak. Erzsébet jótékonysági dolgokat is természetesen egy császárné feladat volt, elvégzett jótékonysági feladatokat. Budához kötődik például a Kisdedóvó, ez az óvodát hívták ekkor, meglátogatása. A nőkóroda, ez pedig a női kórházat jelentette. Akkor jótékony nő egy lett, ápoldája, ilyeneket látogatott meg Erzsébet. És feljegyezték, hogy nagyon kedves volt a betegekkel. Természetesen itt még nem tudott magyarul, németül beszélgettek. Amit még el akartam itt mondani ezekkel az ünnepségekkel kapcsolatban, az a hadgyakorlat volt. Erzsébet részt vett férjével a hadgyakorlaton, a díszszemlén, és itt Lóháton jelent meg. Nagyon szeretett lovagolni, és a magyarok is egy úgymond lovas nemzet volt, ami különösen tetszett Erzsébetnek. A bécsi kíséret, mert hát nagyszámú kísérettel érkeztek, feljegyezte a kíséretből valaki, hogy ez nem igazán méltó egy császárnéhoz, és a felháborodását fejezte ki abban, hogy Erzsébet Lóháton jelenik meg. Mint mondtam, május 4-én érkeztek, és a körutazás május 13-án kezdődött volna Magyarországon. Azonban 12-én Gizella főhercegnő megbetegedett. Foglázba, nőtt a foga, és megint előjött ez a fogláz, fogzási láznak írták akkor az újságok. Ebbe esett. Mivel nem tudták, hogy mikor lesz jobban, és természetesen a császárné a gyermekeivel akart lenni, ezért elhalasztották 10 nappal a körutazást. Sziszi folyamatosan a gyermekeivel volt ekkor, nem vett részt hivatalos eseményeken. És csak azt feljegyezték, azt is, hogy csak este tett sétát, amikor a gyermekek elaludtak a várkertben, például Ferenc Józseffel. Nagyon aggódott a gyermekekért. Gizella viszonylag hamar, pár nap múlva jobban lett, azonban Zsófia főhercegnő esett, a nagyobbik gyermek, most megint, illetve ő esett bele a fogzási lázba. Ekkor hívatták a bécsi udvari orvost, dr. Götzöt. Szerencsére a gyermek viszonylag hamar jobban lett, és javult az állapota, azonban továbbra is nagyon aggódott érte Erzsébet. A császári pár 10 nap késéssel kezdte meg a magyarországi körutat, május 23-án. Hogy mennyire zsúfolt volt ez a körút, mennyi helyszínen voltak, és milyen sok program volt, csak egy dolgot szeretnék említeni. Voltak Jászberényben, ezután Cegléden, Szegeden, Kecskeméten, Nagykőrösön, Félegyházán, Gyulán, Kígyóson, Nagyváradon, majd Debrecenbe érkeztek, és ezt mindössze végül is 5 nap alatt, mert 23-ától 28-án érkeztek meg Debrecenbe. Szeretnék ebből a körútból néhány képet mutatni. Itt látható a Wenckheim almási kastély, ahol Erzsébet és Ferenc József megszállt Gyulán. Nagyon jó a kiállítása, és van egy olyan kiállítás, amely a magyarok, ez az első magyarországi körútnak állít emléket. Szeretnék is mutatni itt 2 festményt, amely látható többek között. Itt ez az egyik festmény hatalmasban látható, és remélem látszik itt, hogy Erzsébet, Ferenc József ott van középen. Jó, és akkor a másikat, amit megmutatok, itt pedig itt is. Hát látjuk, hogy mennyi ember sorakozik. Úgyhogy, jó, úgyhogy ez is az egész kép is nagyban is látszik, ugye? Jó, és megérkeztek, ez is mind benne volt a programban, nagyon sok minden, amit most nem sorolnék végig. Megérkeztek Debrecenbe 28-án. Itt egy szomorú távirat várta őket, mert a kis Zsófia állapota nagyon rosszabbodott. És már a legrosszabbtól lehetett tartani. Itt láthatjuk a kis Zsófia főhercegnőt. Kiderült, hogy nem csak fogzási problémája van, hanem vérhas vagy tífusz, ezt nem tudták utána sem igazán azonosítani, hogy mi lehetett szegénynek a baja.
És amikor odaértek, hát elindultak 28-án a távirat megkapása után azonnal a császári pár, viszont másnap 29-én 11 órára értek vissza Budapestre, illetve Budára, mert Pest-Budának hívták ekkor, a budai várban voltak a gyermekek. Erzsébet és Ferenc József végig a kis Zsófiával volt karjában tartotta a kislányt. Azonban nem lehetett rajta segíteni, és nagy szenvedések közepette este 9:45-kor meghalt. Mind a császár, mind Erzsébet összeomlottak ekkor. Erzsébet és Ferenc József másnap reggel, és ugyanígy Gizella főhercegnő is, csak ő egy másik vonattal vitték őt, visszautazott Bécsbe. Nem is vártak sokáig, illetve egyenesen, szint majdhogy nem egyenesen, Ferenc József és Erzsébet Luxemburgba ment, és itt gyászolta a kis Zsófiát, nem is tudtak senkivel sem szintet, mert a kötelező találkozásokon kívül rendkívüli állapotban voltak. A kis Zsófiának a holtteste viszont Budán maradt. Ez nem azért volt, mert magára akarták hagyni a kislányt. Egy ilyen ravatal az arról szólt, hogy rengeteg ember ellátogathatott oda. Csodálatosan, hát a helyzethez mérten így magasztosan megrendezték a magyarok ezt a ravatal a budai várban. A kíséret nagy része még ott volt. Itt látható a kis Zsófia a ravatalon, ez a vasárnapi újságból egyik számából származik. A ravatalt úgy állították fel, hogy délelőttől délután 4-ig látható volt, az emberek látogathatták. És erről még van még egy kép, amit szeretnék mutatni, ez pedig Barabás Miklós készítette a kis Zsófiáról, így feküdt a ravatalon. Erzsébet vigasztalhatatlan volt, azonban később is emlékezett arra, hogy mennyire jól esett neki az a részvét, amelyet a magyarok tanúsítottak az irányban. Erzsébet nem tudta feldolgozni a gyermeke halálát. Ferenc József is nehezen birkózott meg vele, ő azonban, mint mindig, később is és ezelőtt is a munkába menekült. Sziszi rengeteget sírt. Ferenc József feljegyezte azt is, hogy nem változtatták meg, még fél év után is Erzsébet lakosztályában ott volt az a kis szék, karosszék, amelyben a kis Zsófia ült. És amikor Erzsébet lakosztályába bement Gizella, és beleült ebbe a székbe, nem csak Erzsébet sírta el magát, hanem Ferenc József. Ferenc József úgy döntött, hogy a legjobb az lesz, hogyha átköltöznek másik lakosztályba. Úgyhogy ekkor indult be egy átalakítás, hogy legyen új lakosztályuk, ez az, ahol most is láthatjuk a császári lakosztályokat Bécsben. Erzsébet soha nem tudta feldolgozni ezt, hogy meghalt a kislánya, és habár Zsófia főhercegné nem mondta ki neki, és úgy tudom, hogy mások sem nyíltan, de mindenki éreztette vele, hogy ő a hibás, legalábbis ők ezt éreztették vele, hogy ő volt az, aki magával akarta vinni a gyermekeket. Erzsébet ekkor 19 éves volt, és már elvesztette a kislányát. Ezután hosszú időre Erzsébet feladta a gyermekeiért való küzdelmet. Erzsébet egy trónörökösnek adott végül életet 1858. augusztusában. Itt láthatjuk a képen a kis trónörököst. Itt is még küzdött amiatt, hogy a gyermeke vele lehessen, de már sajnos nem is volt akkora ereje küzdeni, és a szülés után is betegségbe esett. Azt eredményezte mindez a depresszió és ez a fájdalom, hogy a gyermeke halálát nem tudta feldolgozni, és önmagát marcangolt, egy nagyon erős önvád volt benne, hogy feladta egy bizonyos ponton a gyermekeiért folytatott küzdelmet. Sokan vádolják Erzsébetet azzal, hogy nem volt jó anya, viszont ez a kérdés nagyon összetett, nem lehet fekete-fehéren nézni. Erzsébet, mint ahogy feljegyezte Andrássy Gyula is, és Festetics Mária is, mind a ketten nagyon közel álltak a királynéhoz. Feljegyezték, hogy Erzsébet nem tudott mértéket tartani. Hogyha valamit csinált, akkor vagy nagyon csinálta, vagy szinte sehogy. Ugyanez volt például a lovaglással is. A gyermeknevelés tekintetében pedig vagy nagyon mindent megtett, mint a 10 évvel később született Mária Valéria esetében, aki a budai várban jött világra 1868-ban, itt túlzásba vitte, hogy teljes egészében mindent beleadott a gyereknevelésbe,
vagy pedig egyszerűen nem igazán jött neki össze a dolog. Azt, mint ahogy az egyik előző videóban is beszéltem róla, hogy voltak olyan intim dolgok, amikor intim együttlétek, amikor a gyermekeivel, időszakok, amikor húzamosabban foglalkozott a gyermekeivel, a Gizellával is és Rudolffal is. Erzsébet mindig családi együttlétre vágyott, egy olyan környezetet szeretett volna, amely a szülő hazájában, Münchenben és Possenhofenben is volt, a Bajorországban. Azonban ez csak Mária Valéria születése után, illetve az 1867-es kiegyezéssel valósulhatott meg, és itt Magyarországon, Gödöllőn alakíthatta ki azt a környezetet Erzsébet, amelyre mindig vágyott, ahol intimebb együttlét lehetett a családtagok között. És végezetül pedig szeretnék erről a portréról mondani néhány dolgot. Ezt a portrét Rudolf születése után közölték a magyar újságok fekete-fehérben. Itt láthatjuk a kis Gizellát, itt Rudolf főherceg, és megfigyelhetjük, hogy a képen ott van még mindig Zsófia főhercegnő. Ezen a képen is fontosnak tartották, hogy ott legyen mind a három gyermek. Jókai Mór a Vasárnapi Újság 1898-as számában írt egy visszaemlékezést Erzsébetről. És megemlíti ezt a képet is. Visszaemlékezem róla, arra a szívemből kitörölhetetlen képre, amidőn felséges asszonyunk kegyesen fogadott a budai várban, hogy akkor legújabb regényemet, a Szerelem bolondjait, melyet neki ajánlottam, személyesen átadhassam. Az elfogadás végén így szólt hozzám a királyné. Várjon ön, megmutatom önnek a kisleányomat. És azzal kinyitva a mellékajtót beszólítta a magyar dajkát, ki csipkés pólyában ringatta a kis-kislányt, Mária Valériát. Erzsébet királyné a dajka kezéből karjaira vette a mosolygó kisgyermeket, és arcához emelte. Ó, mi isteni szép volt ebben a pillanatban! Ez a pillanat volt életemnek legszebb jutalma. Úgyhogy ezzel szeretném most befejezni a mai videót. Ezt Mária Valériáról mondta, aki 1868-ban született Budán. Hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és nézzétek meg a videó alatt is, mellékelem azokat a képeket, könyveket, amelyekből a képeket mutattam. Köszönöm a figyelmet!